Ahová most elérkeztünk, minden túlzás nélkül a legborzasztóbb és legnyomasztóbb hely. Pedig nem így kezdődött. Kecskemét belvárosában vagyunk. Jobbra a Lechner-Ödönféle városháza, mögöttem a Kossuth szobor, balra pedig a Szent Miklós templom. És innen csak néhány lépés az épület, melynek pincéi sötét titkokat őriznek. Szervusz! Szervusz, köszöntelek itt Kecskeméten. Köszönöm szépen. Az épület tulajdonképpen az eredeti céljaihoz visszatért egyházi célokat szolgál. Szent Miklós kollégium működik benne, illetve a kalocsai érseknek a kecskeméti tanácsterme és helynöksége, amely kecskeméti látogatásai alkalmával állandó tanács helyként szolgál számára. A helynökségi épületben a rendszerváltozás előtt a rendőrség működött, még korábban pedig az államvédelmi hatóság. Akkoriban a homlokzaton hatalmas vörös csillag díszelgett. Tulajdonképpen a középső ablak fölött volt található, míg fölötte egy betonból kiöntött rákosi címer, amelyet 1956-ban a felkelők egy gumiszerelő kalapáccsal távolítottak el az épület tetejéről. Már a lejutás sem volt egyszerű. Hol vagyunk most, és mi ennek a funkciója annak a helynek? 1948 és 1956. október 26-a között több tízezer parasztgazdát vallattak itt. Ennek történeti hagyatéka is viszonylag erősen él a kecskemétiekben, hiszen kékítőként nevezték ezt az épületet, és nem csak a színe miatt, hanem amiatt is, hogy aki ide valójában egyszer bejött, az bizony kék nyomokkal távozott innen. A pince a háború előtt légoltalmi hely volt. A kommunista időkben cellákat és vallató helyiségeket alakítottak itt ki. Hogy pontosan mi zajlott ezekben, évtizedekig tabusítva volt. Aztán. Hát, eddig ez a legszűkebb hely, ahová jutottunk. Ez, jól sejtem, akkor ez a cellák folyosója? Igen, ezek azok a bizonyos cellák, amelyekben ezeket az embereket itt kínozták, és 28 cella látható itt bent a folyosón. Valójában a tényleges helyszínei a fenyítésnek. Amint említettem, minden már nagyon sokan nem jutottak haza. Megpróbálok akkor tovább kúszni. A pince belmagassága szinte elviselhetetlenül alacsony. Ennek oka, hogy 1963 után a szellőzőkön és ablakokon keresztül építési törmelékkel töltötték fel. A cél az volt, hogy az AVH itteni tevékenységének minél kevesebb nyoma maradjon. Jól látom, akkor ez egy egészen éppen maradt rács. Ez mit választott el, mitől? Az András út 60 mintájára ott is láthatunk ilyen szakaszhatárolókat, amely egyes rabokat választott el, és a fogvatartottak megkülönböztetésére is szolgált. És hogyha itt magunk mellé nézünk, a két oldalban láthatunk két olyan ajtót is, amely valójában látható, hogy betöltötték már, föl lett töltve sittel, és ki tudja, hogy még hova vezet, vagy mit rejt maga mögött. Egyáltalán nem tudható, hogy mi van e mögött az ajtó, befalazott ajtó mögött? Nem, mint láthatjuk, csak megbontásra került a keret miatt, hogy egyáltalán valami van-e valójában tényleg az ajtó keret mögött. Lehet, hogy egy másik pince, egy másik cellasor van éppen mögötte. Ez még a jövő zenéje, hogy megfejtsük. Főként kiket hoztak be ide, és miért? 1948. augusztus 20-án Rákosi Mátyás ezen a téren itt az épület előtt hirdette meg nyilvános kulákündözést. Természetesen kulákbélyeggel sújtott családok, parasztgazdák, elsősorban őket hozzák ide. De nagyon sokan, amikor a közellátás, a beszolgáltatási rendszer nehezedésével, amikor a rátákat már nem tudják hova tolni, ezeket az embereket 5 darab tojás be nem szolgáltatásáért is idehozták, és addig verték, még be nem ismerte azt, hogy tényleg szándékkal nem vitte be az 5 darab tojást. Ezt sem tudjuk képzelni, hogy micsoda presszió volt az emberek számára, amit a Rákosi diktatúra rájuk súlykolt.